A köszöntöm Önöket, Villám Péter vagyok, a Pázány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán induló képzésnek a szakfelelőse. A képzés neve Mediátor, illetve Alternatív Vitarendező címet viseli. A képzés az alternatív igazságszolgáltatást mutatja be. Az alternatív igazságszolgáltatást viszont úgy tudjuk legkönnyebb meghatározni, hogyha össze megnézzük, hogy a hagyományos igazságszolgáltatásnak milyen keretei vannak. Az igazságszolgáltatásnak fő szereplői, maga az ügyész adott esetben, amennyiben büntetőről beszélünk, illetve a védő és a bíró. A jogi szakmák esetében ezek a szereplők általában pártosak, az ügyész az a, a köz érdekében tevékenykedik, az ügyvéd az a saját ügyfele érdekeit védi, és mindent megtesz annak védelmében. A bíró pedig a hivatása, a bíró hivatása arra szól, hogy ebben a konfliktusban, ebben a Ebben a feszült peres eljárásban valamilyen megoldást, valamilyen eredményt hozzon. Egy döntésével, egy ítéletével, egy végzésével megoldja azt a problémát, amivel a felek a bíróság elé járultak. Az alternatív igazságszolgáltatás esetében nem beszélünk bíróról, viszont a szakirodalom kvázi bírónak nevezi a mediátort is. Az igazságszolgáltatásnak egyik fő küldetése az, hogy az igazságot szolgálja, Ulpianus, egy római kori jogász mondja azt, hogy az igazság keresése nem más, mint megadni mindenkinek azt, ami az övé, ami őt megilleti. A jogász szokmában ismert fogalom az equitas. A római jogban ez két dolgot jelentett. Egyik a kiegyensúlyozás, az egyensúlyba hozás, a másik értelme pedig a méltányosság. A mediációban a mediátornak feladata, hogy a feleket, akik nem egyensúlyból, egyensúly helyzetből indulnak, illetve jöttek oda a közvetítő eljárásba, egyensúlyba hozza. E, hogy említsem meg Márk Evangéliumát, aki beszél a szegény asszony esetéről, aki amikor a templomba látogat, a maradék két fillérjét is odaadja, míg a többiek az evangélium szerint a feleslegükből adtak az Úrnak. Az evangélium kiemeli, hogy ez az asszony ugyanannyit, vagy legalábbis, mintha többet adott volna azoknál, akik valóságosan, anyagiakban, materiálisan, mégiscsak fizikálisan többet adtak a templom részére. Ezt az egyensúlyt kell megteremteni. Két különböző pozícióban, különböző adottságok, különböző személyek esetében egy összhangot, egy egyensúlyt kell teremteni, és ennek az egyensúlynak a vége pedig a felek közötti megállapodás, amely jó esetben konszenzus, de amennyiben ez nem lehetséges, akkor kompromisszumba is e, torkolhat. Egy mediációs teremben vagyunk most. Ez a terem annyiban különbözik a klasszikus tárgyalóteremtől, hogy itt a felek egy asztalnál foglalnak helyet, középen ül a mediátor egymáshoz szembe pedig a felek foglalnak helyet. A klasszikus tárgyalóteremben az ügyész, az ügyfél, illetve a védő külön asztaloknál ülnek, a bíró pedig egy pulpituson foglal helyet. Sziasztok, Lázár Alexandra vagyok, én a mediátor képzés végzős hallgatója vagyok. Amit el szeretnék mondani, mert számomra nagyon pozitív dolog volt, hogy nagyon képzett, tanárok tanítottak minket, és még ami szuper dolog, hogy 2023. szeptemberétől csak szombaton lesz a képzés, így mindenki jobban fog tudni az idejével tervezni. Erre a képzésre mindazok jelentkezhetnek, akik valamilyen felsőfokú intézményben diplomát, végzettséget szereztek, illetve a külön honlapon letölthető jelentkezési lapot kitöltötték, és azt megfelelő időben az egyetem részére megküldték.